Tordára látogatott a Mágnás Miska. A Magyar Nemzeti Tanács által finanszírozott tájolási program keretében az operettet 5 településre viszi el a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A tordai közönség hetek óta várta a Mágnás Miskát, amelyet a Tordai Kultúrotthonban mutattak be. De lássuk, hogyan is nézett ki a társulat napja indulástól a fellépésig. Csomagok és autóbusz. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata Tordára igyekszik, ahol a Mágnás Miska című előadással lepik meg a közönséget. A Szabadkai vasútállomás előtt gyülekező csapat már Zentán is bemutatta ezt az operettet. A mostani utazás azonban a Magyar Nemzeti Tanács által finanszírozott tájolási program keretén belül valósul meg, amelynek első állomása Torda lesz. A csapatot a Garden Quartet zenekar is elkíséri, ezért a hangszerek is már Tokjukban várják az indulást. Még néhány falat a szendvicsből, 1-2 szál cigaretta, és az autóbusz ajtaja már csukódik is. Az utazási időt különböző módokon lehet eltölteni. A szunnyadó szempárok mellett sok a vidám arc, ezen kívül a póker is igazán közkedveltnek számít a fedélzeten. Ha nem is hintón, de Miska határozottan halad Torda felé. A rötyögős út gyorsan véget ér, a Tordai Kultúrotthonban zsíros kenyér várja a társulatot. A 2 órás buszozást követően a technikusok azonnal nekilátnak a díszlet felállításához. A készleteket úgy tervezték, hogy a különböző színpadok méreteivel összehangolhassák. A színpad ezekben a percekben leginkább egy építkezési területre hasonlít, nem hiába az operethez minden a helyén kell, hogy legyen. A falu művelődési otthonában egész délután próbált a csapat. Mezei Zoltán rendező, a társulat vezetője elmondta, minden évben ellátogatnak Tordára, de ezen kívül új helyszínekre is elviszik az előadást Vajdaságban. Alapkoncepciója az ennek a dolognak, hogy olyan helyekre igyekszünk elmenni, ahova profi színház nem tud kijutni, sem önköltségjáról, sem úgy, hogy az adott település ezt meg tudja vásárolni, és ezáltal is betölteni azokat a hézagokat, azt az űrt, ami ezúton keletkezik. Ugye Kanizsára, Zentára, Topolyára, Szabadkai Népszínház ki tud járni. Ők vannak olyan helyzetben, hogy ezt ennek az anyagi részét le tudják fedni, viszont az összes többi szinte nem, vagy alig zombor van még, aki ezt ki tudja finanszírozni. És hát minden évben valamilyen szinten változik, tehát vannak állandó helyek, mint például Torda, ahova kijárunk, és mindig igyekszünk új helyeket a programba foglalni. Ez attól is függ, hogy az adott helynek van befogadó képessége, vagy nincs, ez függ néha technikai lehetőségektől is. A Szabadkai Népszínház több évre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol Tordával, a rendezőt viszont személyes kapcsolat is fűzi a faluhoz. Én ide hazajárok, tehát nem csak
és most már nem csak magánszemélyként járok ide haza gyerekkoromtól fogva, hanem mondhatom azt, hogy színházként is hazajárunk, tehát már az itteniek, a helyiek megismerték a társulatunkat, ismerik a színészeket, a műszak ismeri az adott feltételeket, ismerik itt az összekötő embereket, vagy a műszakot, vagy a technikust, vagy aki fogadja a csapatot, ismerik a föltételeket. Ez mindenképpen számomra egy nagyon jó dolog, és egy, hát nem is tudom, egy örömmel és egy büszkeséggel tölt el. Nagyon szereti a közönség az előadásainkat, tehát eddig kivétel nélkül mindegyik előadást nagyon jól fogadták. Hát bízom benne, hogy most is így lesz. A próbán az utolsó simításokat végzik. A társulat arra törekszik, hogy a Mágnás Miska minden településen megállja a helyét. Ezért a legfontosabb jelenetek mellett a tánckar fellépését is részletesen be kell gyakorolni, valamint a zenei és a fontosabb elemeket is a darabban. Érdekes betekinteni a kulisszatitkokba. A grófokat és bárókat hétköznapi ruhában látni igencsak érdekes. A társulatot Dobai János, a tordai helyi közösség tanácselnöke köszöntötte, aki elmondta, a helyieknek szinte ez az egyetlen szórakozási lehetőségük, ezért minden évben türelmetlenül várják a társulatot. Ez nagyon jó érzés a számunkra, hisz a Szabadkai Népszínház, tehát valamikor is a 15-20-30 évvel ezelőtt mindig nagyon szíves vendég volt itt Tordán. Aztán bekövetkezett egy időszak, többes időszak, amikor mi sajnos nem tudtuk rá a pénzt biztosítani, hisz tehát ez a közösségnek azért nincs annyi lehetősége, hogy hivatalos színházakat, tehát mi tehát teljes egészen ki tudjunk pénzelni, és azóta, mióta megint lehetőség van tehát tájolásra, egy néhány éve, azóta, és itt van a Szabadkai Népszínház, persze hozzá kell fűzni ehhez azt is, hogy hát azért van itten személyes kapcsolatunk is, a Mezei Zoltánnal, a Magyar Színtársulat vezetőjével, ennek a darabnak a rendezőjével is, és valószínűleg, hogy ez is tehát hozzájárul ahhoz, hogy éppen mindig itt kezdjék a tájolás, de ugyanakkor a másik tény pedig az, hogy nekünk január közepe óta, január 19-e óta tartanak a Torda művelési napok, így már 12. alkalommal, és mi mindig úgy szerettük, és úgy több a programot is, hogy a Szabadkai, tehát Népszínház, a két hónapos, tehát rendezvény keretében venni szerepel itten Tordán. Ennek is tehát köszönhető az, hogy tehát most március 2-án a Szabadkai Népszínház itt van a Mágnás Miska operettel. Hozzátette, arra fognak törekedni, hogy saját önerőből is legalább még egy alkalommal az év folyamán vendégül lássák a Szabadkai Népszínház magyar társulatát. Ennek ellenére az évelei látogatásra továbbra is számítanak. Továbbra is számítunk arra, hogy tehát ilyenkor február-március folyamán, tehát minden évben a tájlásra lehetőséget kihasználva a Tordemis nap a keretében Szabadkai Népszínház, tehát rendszeresen vendégszerepeljen és fellépjen itten. Tordán, úgy gondolom azt, hogy tehát Tordának van egy elsőbben egy műértő közönsége, aki valóban igényli a színvonalas, tehát kultúrát, tehát nem csak azt a falusi szintű kultúrát, hanem a színvonalasat is, és ezért tehát megérdemli a tordai közönség, hogy a hivatalos színházak is eljönnek ide Tordán, és bemutatkozzanak. Amíg a társulat Nagyiramban próbál, a Tordai Művelődési Otthonban egy kitérőt teszünk az Orgonavirág szervezet kiállítására. A tárlatot a Tordai Napok alkalmával nyitották meg, valamint a nőnap közelettével, ezzel is népszerűsítve a helyi hagyományokat. A Mágnás Miska látogatása is tökéletes alkalomnak bizonyult, hogy a nézőknek és az ide látogatóknak megmutassák a művészi alkotásokat. Én a kézimunkával legalábbis már egy 30 éve, amióta aktívan kézimunkázok. Most egy 6-7 éve, amióta ez a mi csoportunk megalakult, a
Gyorgonavirág hagyományápoló kézimunkacsoport, azóta aktívan dolgozunk. De itt Tordán régi hagyomány a kézimunka, már vagy 20-22-3 év óta, mióta vannak, akik foglalkoztak vele kisebb-nagyobb sikerre. Nagyon sokat voltak a Mirkön, nagyon szép helyezéseket szoktunk elérni a Mirkön. Voltunk mindig az első 10 csoportban, mióta 20 év óta, vagy 21-22 év óta, még az első 10 köz mindig benne volt a tordai csoport. Hát ebben a csoportban most, az a 6-7 év óta, mióta dolgozunk, azóta aktívabban, minden héten összegyűvünk, egy nap, hétfői nap, 2 órára, akkor kézimunkázunk, elbeszélgetünk, amíg, ha meghívást kapunk valahonnan, megbeszéljük, nagyon sok helyről vagyunk, kapunk meghívást kiállításokra is, foglalkozunk kalácsütésre, vagy gombóc versenyre, vagy paprikás pörkölt versenyre, vagy palacsintasütésre, vagy nagyon sok helyre voltunk hivatalosak, nagyobb részére mindenütt elég szép sikerre, első-második helyet még idáig mindig elhoztuk. Látni itt hímes tojásokat, hímzéseket, kötéseket, és mindent, ami őseink kultúrájához és mindennapjaihoz tartozik. Nagy a sürgésforgás az öltözőben az előadás előtt. Az első felvonást megelőző utolsó simítások mindig izgalommal töltik el a színészeket, de mint mondják, az izgalom ellenére teli szívvel állnak a közönség elé. Pámer Csilla, a Mágnás Miska marcsája szerint minden új színpad új kihívást jelent. Mindig új állapot, új helyszín, új közönség, és ez nagyon jó, mert egyre többen megismerik ezt az előadást, vagy akik már hallottak róla, ismerik, azok láthatják tőlünk is. Persze nagyon szereti a közönség, mert nagyon ismertek ezek a számok, amik benne vannak. A Cintányi Rossz Tudorvilágtól kezdve, persze ugye az szinte sláger, úgyhogy nekünk is nagyon jó, mert nagyon sok visszajelzést kapunk a nézőktől, ami szintén egy nagyon nagy energiaadaga a színésznek. Benéztünk az öltözőbe is. A színészek vidáman fogadták kameránkat készülődés közben. Igen, készülünk szépen lassan, itt a fiúk már olyan gyönyörűen habcsók ruháikba föl vannak öltözve. Kicsit helyszűkébe vagyunk, úgyhogy be kell osztani, hogy ki mikor öltözködik. Én egy kicsit később jövök be az előadásba, úgyhogy nekem még van időm. Ez az első állomása a Mágnás Miskának? Jaj, nem, voltunk már vele Zentán. Szentán már játszottuk, ugye Szabadkán kívül csak oda jutottunk még el, de szerintem ezt majd nagyon sok helyre visszük. Következő állomás az Lendva, a Szlovéniában lesz. Fárasztó lesz? Jaj, de hogy mi szeretünk utazni. És itt? Mixi vagy Pixi? Bármelyik, mindegy. Bármelyik névre hallgatok. De melyik tetszik jobban esetleg? Mixi, mivel az eredeti nevem. Készen állnak? Egyenruha fönt van, minden. Igen, mi mindjárt a darab elnél vagyunk, úgyhogy mi elkészültünk, és akkor... Elkészültünk, és akkor mehetünk, indulhatunk. Átadom a nagyobb testű fiatal embernek az öltözőt, hogy felbírjon is öltözni. Ketten kimegyünk, akkor ő talán egyedül befér. És te? Én majdnem fölöltöztem, csak az előbb a Mixi fölvette az én cipőmet, úgyhogy most még későbben vagyok. Nem? Hát nagyobb ez az, hogy nem vagy te észre, az enyém kisebb. Nem a tiéd kisebb, az enyém nagyobb. De az öltözéket azért gondolom, hogy nem szoktátok összekeverni, vagy? Nem, mondjuk szerintem nem fér rá. De egyszer kipróbáljuk. Egyszer ki lehetne próbálni. Egyszer lehet, hogy eltéved akkor is. Jó, hát szívesen megnézzük akkor majd, hogy
Szerintem igen. Én leszek a viccesebb. Az öltözőből végül Rolla kisasszony bukkan fel. Ki gondolta volna, hogy egy gróf kisasszony ilyen jól ért a technikához. Nagyon jó az, hogy Zentán már kipróbáltuk a díszletet, és most kicsit pörgősebben ment a próba, mert hogy ugyanúgy nem 6 ajtóval, hanem 4 ajtóval játszunk itt is, mint Zentán. Hát ugye kisebb ez a színpad, mint a zentai, de azt hiszem, hogy itt is megoldható, tehát itt is le fogjuk játszani. Zene nélkül elképzelhetetlen egy operett. A zenefelelős, a Garden Quartet szinte egy állandó színházi zenekart alkot az előadásban. Nem volt egyszerű folyamat minden kockát a helyére tenni. Hát nehézkesen indult az egész, de végül sikerült összehozni. Ugye nagyon sok embert kell leegyeztetni, terminusok, időpontok, próbák, bemutató, és utána persze, mikor repertoáron van, akkor az előadásoknak a dátumot egyeztetni. Ugye most nagyon sok zené, hát nagyon sok, viszonyhoz képest nagyon sok zenész van. Azt hiszem, hogy 7 vagyunk összesen. És amikor ez kialakult, illetve nagy kérdés volt az, hogy élő zenekar legyen-e, és nem azért, mert hogy nem azt szerettük volna, hanem hogy ez kifinanszírozható-e vagy sem, megoldható-e vagy sem színpadon, és a többi problémát, amit az előbb soroltam. Végül összejött, amikor kialakult a zenekar, hogy milyen lesz, milyen összetételű, és nagyon örülök, hogy a Garden Quartet ezt bevállalta, hiszen még vonós zenekarról van szó, vonós négyesről, ugyanek a stílusnak, ennek a kornak ez nagyon megfelel, és akkor készültek el a hangszerelések, akkor már tudtam, hogy kire milyen összetételű zenekarra kell írni, és akkor megszületett a dolog. Minden készen áll, a nézőtér is néhány pillanat alatt több mint 300 emberrel telik meg. Most már tényleg nem tétovázó, kezdődjék a mulatság. Az előadást a tordaiak már nagyon várták, ennek a szünetben hangot is adtak. Nagyon tetszik, ez idáig, hát reméljük, hogy a következőben is szép lesz. Igaz, hogy én már 10-szer láttam, mert Budapestre jártam valamikor régen, még aktív munkaerő voltam, akkor nagyon sokat jártunk színházba. Sok különbség van? Nem, nagyon szépen megoldották, valóban. Hát ez egy óriási nagy színdarab. Nagyon jó, ezek a régebbi előadások, ezek a jók. Az ilyen idősebbeknek már ez tetszik, ezek a modernabbak, ezek nem annyira. Ez nagyon jó, tényleg nagyon élvezzük. Nagyon jó, kifogástalan. Profi. Az előadást hamarosan Szlovéniában is bemutatják. Ezen kívül Magyarkanizsán, Zomborban, Topolyán és más vajdasági településeken is látható lesz a Mágnás Miska. Leírja kendő, sejem zseplendő, de inga itt már a szög és a zsrók, és büszke már, és imponál, nem kell sok hozzá, és íme már kész a gróf. Leírja kendő, sejem zseplendő, de inga